A sín helyett a kövek között a vonat kerekei. Oldalára borult vasúti kocsi, a képek már ismerősek lehetnek. Mint arról beszámoltunk, tragikus baleset történt kedd délután Újfehértó közelében. Egy traktor a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtva két személy vonattal is összeütközött. A mezőgazdasági gép sofőrje a helyszínen meghalt. Az egyik szerelvény több kocsija kisiklott mozdonya 16 méterre a sínektől a Bozótban állt meg. A kár az nagyságrendileg az első becslések alapján akár a 100 milliós nagyságrendet is elérheti. 100%-ban a közúti résztvevők figyelmetlensége, szabályszegése okozza ezeket a baleseteket. Ezek teljes egészében elkerülhető balesetek lennének. Ezzel a 150 tonna teherbírású vasúti darúval emelték vissza a kisiklott kocsikat a sínre, és a mozdont is ezzel próbálják majd. Ezt követően a járműveket Újfehértóról a nyíregyházi karbantartási bázisra szállítják. Az egyik vágányon csütörtökre végeztek a helyreállítással, a másikon és a felső vezetéken ez jövő hét végére várható. Péntek hajnaltól azonban már ismét járnak a vonatok a szakaszon, nem kell pótlóbuszokra átszállniuk az utasoknak. Az életbe léptetett 60 km/h sebességkorlátozás miatt ugyanakkor 15-30 perccel hosszabb menetidővel számolhatnak. A balesetben a halálos áldozat mellett 6 sérült is volt, így a MÁV szóvivője ismét felhívja a figyelmet, a vasút veszélyes üzem. Hogyha szabálytalanul hajtunk be egy ilyen vasúti átjáróba, akkor a mozdonyvezető nem nagyon tud tenni semmit, csak gyors fékezni tud, nem tud kitérni, és a fékezést követően több száz méter vagy akár egy kilométer is lehet a fékútja egy-egy szerelvénynek, attól függően, hogy annak a szerelvénynek milyen a súlya és milyenek az időjárási körülmények, illetve hogy mekkora sebességgel közlekedett az adott vonat. A baleset helyszínén akár 120-szal is mehettek volna a szerelvények, ennyivel azonban egyik sem közlekedett. Ebben az esetben akár még nagyobb lehetett volna a veszteség.